Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Zemplén Televízió hírműsorát, a Hír Hét adását látják. Nézzük főbb híreinket röviden. A Kozma-gyilkosság ítélete ellen tiltakoznak a sátoraljaújhelyi politikai szervezetek. Hamarosan műfüves pályán focizhatnak a Sárospataki Rákóczi iskola diákjai. Majdnem felrobbantott három társasházat egy idős nő sátoraljaújhelyen. Politikai ellenfelek fogtak össze és adtak hangot tiltakozásuknak a Kozma ügy ítélete kapcsán. A sátoraljaújhelyi Fidesz és a helyi MSZP szervezet közös nyilatkozatban emelt szót az ítélettel kapcsolatban, melyet túlságosan enyhének tartanak. A győri ítélőtábla jogerősen az első fokon életfogytiglani fegyházra ítélt Raffael Sándort és Német Győzőt 18-18 év börtönbüntetésre, még Sztojka Iván 20 év fegyházbüntetését 8 év börtönre változtatta. Marian Kozmát, a Veszprémi kézilabda csapat játékosát 2009. február 8-án egy szórakozó hely előtt gyilkolták meg. A vádlottak másodfokú tárgyalásán pénteken a győri ítélőtábla jelentősen enyhítette a bűncselekményben résztvevők ítéletét. Raffael Sándor és Németh Győző életfogytiglani fegyház helyett 18-18 év börtönbüntetést, míg Sztojka Iván 20 év fegyházbüntetés helyett 8 év börtönt kapott. Az ítélet ellen a sátoraljaújhelyi politikusok pártállástól függetlenül egyként tiltakoznak. Nekünk azt kellett demonstrálni, hogy ez nem politikai, és ráadásul nem pártpolitikai kérdés. Senki nem kérdezte meg a verekedés kitörésekor, hogy kinek milyen színű pártakönyve van, vagy van-e egyáltalán. A társadalom és az itt élő emberek igazság érzetét rettentő módon irritálja ez a döntés, ez az enyhített ítélet, és megkérdezem én azt, hogy egy 7-8-10 fős csoport, amikor lemegy egy szórakozó helyre, és kinéznek maguknak valakit, akit lehet, hogy nem megölni akarnak, de nagyon brutálisan bántani, megverni, az nem akarategysége egészen véletlenül. Az ítélőtábla ugyanis arra hivatkozott az ítélethirdetéskor, hogy nem volt akarategység az elkövetők között a bűncselekmény elkövetésekor. Országszerte több szervezet, közéleti szereplő és magánszemély fejezte ki a tiltakozását a másodfokú ítélet ellen. Egész ország úgy gondolja, hogy ennek így nem szabad még egyszer megtörténnie. Tehát a későbbiekre való tekintettel én azt gondolom, hogy vagy magát a törvénykezést, vagy annak az alkalmazását kell átgondolni. Hiszen gondoljunk csak bele, ez az ügy bármikor, bárhol, bárkivel megtörténhet. A Fidesz helyi elnöke szerint a magyar törvények alkalmasak arra, hogy méltó módon megtorolják a Kozma ügyhöz hasonló bűncselekményeket. Győrben nem ez történt. Ez az ítélet azért nem jó, mert az embereknek az igazság szolgáltatásba vetett hitét csorbítja, és én úgy gondolom, hogy ezzel az összefogással, amely itt ma sátoraljaújhelyben megtörtént, a közös vélemény nyilvánítással megpróbáljuk a figyelmet arra fölhívni, hogy ez az ítélet nem maradhat így. A közös sajtótájékoztatón a politikai szervezetek újból részvétüket fejezték ki Marian Kozma családja és egykori csapata felé. Feltehetően önmagát akarta felrobbantani egy sátoraljaújhelyi idős asszony egy propánbután palackkal. A nő megnyitotta a palackot, de szerencsére a gázt már nem sikerült meggyújtania. A tűzoltóknak három lépcsőházat kellett ideiglenesen kiüríteni. Először a Tigás szakemberei értek a helyszínre, ehhez a Révész utcai társasházhoz, ahonnan a lakók jelentették, hogy gázszagot éreznek. A gázszerelők nem tudtak bejutni a lakásba, ezért a tűzoltóktól kértek segítséget. Csak az erki ajtó felfeszítése után derült ki, hogy egy idős nő feltehetően öngyilkossági szándékkal megnyitott egy PB palackot, de mielőtt sikerült volna meggyújtania a kiömlő gázt, eszméletét vesztette. A tűzoltók azonnal kiürítették a két szomszédos lépcsőházat, a nőt kórházba szállították. A lakást órákon át kellett szellőztetni, a szomszédok csak ezután térhettek vissza otthonaikba. A napokban megkezdődik egy 2 kilométer hosszú gát építése a Ronyva-patak sátoraljaújhelyi szakaszán. Az önkormányzat uniós támogatással 150 millió forintban valósítja meg a beruházást. A kivitelezést végző cég ma vette át a munkaterületet. A 2010-es nagy árvizek bebizonyították, hogy a Ronyva mederrendezése, gátjainak megemelése nem halasztható tovább.
2010-ben a Ronyvas Sátoraljaújhely szinte teljes keleti városrészét elöntötte. Jó nagy a víz! Az ár levonulása után a város minden lehetséges fórumon jelezte a gátépítés szükségességét, és bár a Ronyva állami kezelésben van, valamennyi ilyen jellegű kiírásra a pályázatot nyújtott be. A gátépítésre 150 millió forintot nyert az önkormányzat, a munkaterületet ma adták át a kivitelezőnek. Ez a pályázat is az áraposztón végzett munka, és majd Mikuháza felett az áportározó is arról szól, hogy a városban élők, Mikuházán élők még egyszer ugyanazt megéljék megint néhány évvel ezelőtt. A Ronyva árapasztójánál már a végéhez közeledik a gátrendszer építése, és a mai napon a határpatakon is megkezdődik az árvízvédelmi munka. Nem volt könnyű mérkőzés, és nem volt egyszerű ezeknek a pályázatoknak a megírása, a beadása, az elbírálása és az elnyerése sem. Hát nagyon remélem azt, hogy a maga kivitelezés az ehhez képest jó tervekkel, jó kivitelezővel már azért zökkenőmentesebben fog folyni. Az elkészülő gátrendszer 2 kilométer hosszan ad majd védelmet a város alsó részén élőknek. A terveket úgy készítették, hogy még a 2010-esnél nagyobb árvíz se öntse el a várost. Lesz benne vasbetonfalas szerkezet, illetve a földműves szerkezet. A kezdés az hivatalosan mai nappal kezdődik. A munkafolyamat az előkészítés és írtás, kitűzések, és folyamatosan szeretnénk a munkát végezni, ha egyéb akadályok nem lesznek, és terv szerint végezni a munkát. Két beavatkozás a határ túloldalán is történik a beruházás során. Így a kisújhelyiek is védettek lesznek egy esetleges árhullámtól. Ha a munkálatokat semmilyen rendkívüli körülmény nem gátolja, a Ronyva gátrendszere még az idei tél előtt elkészül. Új műfűves futballpálya is épül a II. Rákóczi Ferenc általános iskola udvarán. A 20x40 méteres létesítményen a testnevelés órák mellett a Diák Sport Egyesület rendezvényeit is itt tartják majd, és az iskola sportosztályát is szolgálja majd a jövőben. Most még térkövön fociznak a Pataki Rákóczi iskola diákjai, az új korszerű műfűves pálya azonban már épül, így hamarosan sokkal jobb körülmények között gyakorolhatnak majd. Azt várjuk, hogy ott fociznak. Aha, mitől lesz az jobb? Kíváncsiak vagytok már be? Igen, igen. Szerintetek milyen egy műfűves pályán focizni? Jó, jó. Már fociztam, már én. Igen. Az új pályát nem csak testnevelés órákon tudják majd használni, a Rákóczi Diák Sport Egyesület is edzhet majd rajta, ráadásul így a bérleti díjat is megspórolják. Az igazság, hogy labdarúgásban nagyon sok sportcsoportunk van, viszont mindig bérelnünk kellett épületeket az ABG-től vagy más intézményektől. Most úgy látszik, hogy ez a kérdés megoldódik, és végre tényleg a labdarúgásnak, kézilabdának használra válik ez az építmény. A 20x40 méteres pálya építését uniós támogatásból finanszírozzák, a fejlesztést a tavaly újraindult sportosztály is indokolta. Örömmel mondhatom, hogy az éven is szinte maximális osztálylétszámmal vagy csoportlétszámmal jelentkeztek az elsősök a sportosztályunkba, és ugye a műfűnek a kialakítása is éppen most kerül, tehát fontos, hogy ezeket a plusz foglalkozásokat, amely kötelező heti 2 edzés, itt helyben megoldható legyen megfelelő körülmények között. Az új sportlétesítményt jövő hét szombaton a családi napon focigálával avatják majd fel. Újra iskolarendőrök járnak az általános iskolákban Sárospatakon. A tavasz és a jó idő beköszöntével egyre több kisdiák indul gyalog vagy kerékpárral az iskolába. Azért, hogy ne történjenek balesetek, a sárospataki rendőrök játékos előadása mutatták be, mire figyeljenek, milyen szabályokat tartsanak be a gyerekek. A legügyesebbek a jó válaszokért ajándékot is kaptak. Elő lehet fehér is, meg sárga is. Hátul meg csak piros, esetleg pirosan villogó. Az alapismeretektől kezdte magyarázni a sárospataki közlekedési rendőr a gyerekeknek a biztonságos közlekedés szabályait. A tavaszi jó idő beköszöntével ugyanis megnő a figyelmetlenségből bekövetkező balesetek száma. Beköszöntött a tavaszi jó idő, a gyerekek felszabadultabbak, tovább van világos esténként, ezért további kint is tartózkodnak, kint kerékpároznak, gyalogolnak. Az iskola rendőröknek feladata az, hogy felhívja a közlekedési szabályokra a figyelmeket,
felhívja arra a figyelmüket a gyermekeknek, hogy szabályosan közlekedjenek, odafigyeljenek egymásra, hogy úgy vegyenek részt a közlekedésben, hogy baleset ne történjen. Biztonsági jobb? Használni is gyerekülés nélkül? Magosító nélkül? Lehet bizony. A rendőrök a közlekedés mellett más veszélyekre is felhívták a gyerekek figyelmét. A nyári szünidőben a kicsik gyakrabban kerülhetnek veszélyes helyzetekbe is. Igyekszünk teljes területet, rendőrség területét teljesen mértékben átfogni, indulva onnan, hogy hogyan néz ki egy rendőr, mikor, miben lehet számítani egy rendőrre, a közlekedési szabályokra, valamint igyekszünk bűnmegelőzést is belevinni ezekbe az oktatásokba, felhívni a figyelmet arra, hogy milyen bűncselekmény áldozataivá válhatnak a fiatal gyermekek. Macskaszem, vagy más néven, ugye fényszerelő prizma, az miért is? Az oldaláltóság. A játékos előadásokba nagyon komoly témákat is elrejtettek a rendőrök. A gyerekek itt, finoman adagolva, olyan ismereteket is megszerezhettek, amelyeket a mindennapi krízishelyzetek során is jól tudnak majd használni. Emellett bizalom alakul ki bennük a rendőrök irányába. Nem is igazán oktatásnak nevezném ezt, hiszen sokkal jobb kifejezés arra, hogy foglalkozás és beszélgetés, hiszen a gyerekek felszabadultabban és bizalmasabban tudnak elbeszélgetni azokról a esetleg gondokról is, amik őket foglalkoztatják, hiszen azért az ő életükben is sajnos egyre gyakrabban előfordul, nem csak a közlekedés terén, hanem az iskolai élet során az erőszak, ami nagyon sok iskolában sajnos jelen van, és bizony erről is kell beszélgetni a foglalkozások alkalmával. A rendőrök a száraz anyagot a humor segítségével igyekeznek élvezhetőbbé, befogadhatóbbá tenni a kicsik számára, és hogy a gyerekek később se felejtsék el, hogy mit tanultak, fényvisszaverő karkötőket, pántokat, karszalagokat kaptak ajándékba. Főleg atlétikai számokban zajlottak a versenyek a Sárospataki Comenius sportnapon. A tanítóképző főiskola hallgatói önkormányzata második alkalommal mozgatta meg a város diákjait. A 110 versenyző mellett sok amatőr sportoló is érdeklődő vett részt a városi sportpályán megtartott rendezvényeken. Vigyázz! A városi sportpályán gyülekeztek a sportnapon résztvevő iskolák diákjai Sárospatakon. Azok, akik versenyeztek különböző kategóriákban, közel 110-en voltak. Rajtuk kívül nézelődők, rokonok és barátok is kijöttek megmozgatni magukat. Tavaly merült fel ez az ötlet a hallgatói önkormányzat részéről, hogy próbáljuk már meg összehozni egy helyre a város összes iskoláját, az általános iskolától egészen a főiskoláig, külön-külön korcsoportokban, és hát adjunk neki egy nevet, hogy versenyezzenek is, de az egésznek a lényege az lenne, hogy érezzük jól magunkat, pláne, hogy ilyen jó idő van. A Miskolci Egyetem Comenius főiskolai karának diák önkormányzata szervezésében több kategóriában, több helyszínen is indulhattak a versenyzők. Itt azon a helyszínen 60 méteres síkfutás, váltófutás, illetve párosfutás van. Következő helyszínen távolugrások, a harmadik helyszínen kislabda és medicinlabda dobások, és egy biciklis ügyességi verseny az utolsó helyszínen. A rendezvényen a szervezőknek több célkitűzésük is volt. A mozgásnak szánjuk ezt az összejövetelt is a napot, és ami nagyon fontos, hogy a gyerekek ismerik meg egymást is az iskolák között is. Ez pedig a következő módon valósult meg. Ezt úgy terveztük, hogy minden iskola egy-egy csapatot hoz, és akkor ilyen különböző versenyszámokba így megmérettetik egymást. A versenyszámok mellett a labdarúgás hívei is csapatokba rendeződtek egy-egy meccs erejéig. Az önfelett szórakozásé volt a mai nap a végzős diákok számára. Mint minden évben a hivatalos, öltönyös, kiskosztümös ceremóniát megelőzően, most is bolondballagással mondtak búcsút az érettségi előtt álló diákok a középiskoláknak. A mezősök egykoron traktorral végigjárták a várost, és hozzájuk csatlakoztak a többi középiskolák utolsó évesei. A hagyományos felvonulás ugyan idén elmaradt Sátoraljaújhelyben, de az iskolák falai között megtartották a bolondballagást a végzősök. Én nem bánom, mert szerintem is sokkal izgalmasabb, hogy az iskolai falai között vagyunk, és csak a mi iskolánkban firkáljuk az embereket. A ballagók vidám jelmezekben énekelve járták végig a gimnázium folyosóit és tantermeit.
mindenki körülbelül két héttel ezelőtt már elkezdte tervezgetni, hogy mivel lesz, milyen jelmez kell, hogy honnan szerezze be, és hát megbeszéltük, hogy ki mi lesz. A bolond ballagás eseményeibe az alsóbb évesek is bekapcsolódtak. Szerintem azért jó, mert megtartja az osztályok közti a morált. Tehát ahogy szórakozunk egymással, nem vagyunk feszültek, ugye már itt az év vége, és ez a végzősöknek azért fontos, mert érettségi. Elég nagy feszültség. Ugye most ezzel kiadhatják a fáradt gőzt, most kiszórakozzák magukat. Ez az esemény az osztályfőnökök számára is emlékezetes. Ma még alkalom van arra, hogy önfeledten, még igazi diákként búcsúzzanak az iskolától, emlékezzenek a vidám percekre, és ez mindenféleképpen emlék marad későbbi életükben is. A jelmezeket holnapra felváltják az ünnepi öltözékek, és az intézményi, majd a központi ballagáson mondanak búcsút iskolájuknak és városuknak a végzősök. Hétfőn pedig életük egyik legfontosabb állomásához érnek, az érettségihez. És most nézzük főbb híreinket még egyszer, egy-egy mondatban. A kozmagyilkosság ítélete ellen tiltakoznak a sátoraljaújhelyi politikai szervezetek. Hamarosan műfűves pályán focizhatnak a sárospataki Rákóczi iskola diákjai. Majdnem felrobbantott három társasházat egy idős nő sátoraljaújhelyen. Kedves nézőink, Önök a Zemplén Televízió hírműsorát, a Hír Hét adását látták. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor várjuk Önöket. Számítunk figyelmükre akkor is, viszontlátásra!